ahol 3-1-2, 3-1-4, 3-2, 3-4, 3-1-5 az első öt játék, tehát Rolex Boy uralja a játékot. Jön a nap negyedik magyar futama, túl vagyunk a mai kincsen, plusz versenyen nagy meglepetés nem volt az első ötben. Már csak egy lóra kell várni, Nostra Ballerinát lovas nélkül teszik be a startgépbe. Rolex Boy tehetséges 3 éves itt kezd, a nemzeti díjra is nevezték. Minden ló a gépben, Mesetovicsnak kell még fölülnie. Tartan indult az 1900 méteres verseny, gyengén indult Ice Hogel, de talán ez még 1900 méteres távon belefér. Elmegy vezetni Rolexbo, illetve benn a falon Shaquille Brown, a régen látott Shaquille Brown az, aki ott van a frontban. Aztán pedig jönnek Ványi Viola lovai, egyrészt Méta, másrészt pedig Oscar. Oscar a harmadik pozícióban, mögötte pedig Méta, és igencsak jó tempó itt az 1900 méteres táv elején a kanyarban, köszönhetően Rolex Boynak, illetve Shaquille Brownnak. Shaquille Brown most már lovasa visszaveszi, és Oscar véletlenül elmegy vezetni, szívesen megy helyből, Oscarral pedig fölveszi Rolex Boy a tempót, úgy tűnik, hogy ez akár egy jó próba is lehet nemzeti díj előtt, minden esetre meglátjuk, hogy a Rolex Boy meddig tudja tartani ezt a tempót. Minden esetre a verseny első felében szétszórják a mezőn, de nagyon sok van még hátra. Rolex Boy tartja a falat, Oscar pedig folyamatosan támadja. Mögöttük egy olyan 8-10 hosszal pedig jön Shaquille Brown. Az ezres táblához élve Rolex Boy most már egyértelműen az egyedül maradt az élen. A többiek a középmezőnyben pedig egyelőre még csak utaznak. Perfect Two Dynamite Rude ott a középmezőnyben halad, ott helyezkedik, amikor a lovak most már a kanyar bejáratánál járnak. Még mindig Rolex Boy az élen, mögötte Oscart már egy picit lovagolni kell. Nostra Ballerina kezdi meg elsőként a támadást, Shaquille Brown mellett ott van most már a harmadik pozícióban. Ice Vogel pedig gyakorlatilag esély nélkül fut, és igencsak hátul van Sambo némileg meglepetésre. Jönnek a lovak most már lassacskán a befutó egyenesre. Oscar kezd fáradni, támadja, lovagolják most már Rolex Boyt, akit megtámad Nostra Ballerina. Rolex Boy, Nostra Ballerina, ez az első két lósorrendje, 300 méter van hátra a versenyből, kibontakozik Perfect Two, elindul Dynamite Rude, nagyon erős Rolex Boy, a távoszlopnál Rolex Boy ismét vezet 2-3 hosszal, mert Nostra Ballerinának is megtört a lendülete, ez a nemzeti díj előtt egy nagyon jó futás, egy nagyon jó forma lehet, Rolex Boy még mindig az élen, Dynamite Rude azonban ismét támad, Rolex Boy azonban haza sétál, Rolex Boy ifja Fejes Lajossal végigvezetve nyerik az 1900 méteres verseny. Rolex Boy remek győzelemmel kezdi a 2018-as szezont. 3-as, 4-es, 1-es a befutási sorrendünk. Rolex Boy mögött ugyanis jött Dynamite Rude, illetőleg Sambo hatalmas hajrával itt a befutó egyenesben. Mindez pedig azt jelenti, hogy Dynamite Rude is jó versennyel jött elő, és hát a topsú cipelő Sambo is. Viszont az igazán a főszereplő nem csak azért, mert nyert, hanem azért is, mert kiváló formát igazolhatott Rolex Boy, aki ezzel tényleg esélyese lesz a 3 évesek első komoly megmérettetésének. Fantasztikus uralja végig a versenyt. A negyedik futam nem hivatalos befutási sorrendje. 3-as, 4-es, 1-es. Ismétlem, 3-as, 4-es, 1-es. 3-as, 4-es, 1-es, gyors verseny, jól átfutott verseny, és jól jöttek a favoritok. Sambo a mezőny végéről rohamozott föl a harmadik helyére. Rolex Boy esélyt nem adott a mezőnynek, végigvezetve győzött, és a 4-es számú Dynamite Rude-tól is vártuk a jó futást. Tehát a 3 szansz az első 3 helyen ért célba. Babylon Glory nem fut rossz versenyt, Perfect Two nem fut rossz versenyt, ők vannak még ott a pénzes helyeken. Nostra Ballerinát is kvázi megölte ez a gyors tempó, Oscart is megölte ez az erős tempó, Rolex Boy a verseny nem hivatalos nyerő ifja Fejessel. Hogy esélyes lesz 2 hét múlva a nemzeti díjba, azt nem tudom, de hogy ott lesz, az szinte biztos, az garantál. Szerintem esélyes nagyon-nagyon lesz. Jó formával kezd. Esélyes lesz, és azért számolt hozzá azt is, hogy ez 300 méterre rövidebb táv. És hát, hogyha csak abból indulnánk ki, akkor Rolex Boy azt aztán végképp tudja, hiszen jól elindult, jó iramot ment a starttól.